Sziasztok! A mai videóban dekorálni fogunk, ugyanis itt van a karácsony, és elhoztam egy-két kedvenc kis dekorációs kiegészítőmet, amivel most én is feldíszítem a szobámat, úgyhogy gyertek, tartsatok velem, ti is közben díszítsetek, vagy igyatok valamit, egyetek valamit, töltsünk együtt egy kis időt, és kezdjük! És én egyből egy karácsonyfának a bemutatásával kezdeném az egész sztorit, ugyanis anyukámtól kaptunk, mármint a szüleimtől kaptunk a tesómmal egy-egy ilyen kis pici karácsonyfát, hogy kezdjünk el ráhangolódni a karácsonyra. Mi nagyon szeretjük a karácsonyt, mindig megünnepeljük, mindig közösen díszítjük fel a fát, mindig közösen sütünk sütit, és természetesen úgymond az igazi karácsonyfánk az kint lesz a nappaliba. Viszont este nagyon szépen világít, és gyönyörű fényei vannak a karácsonyfának, és bevilágítja azt a sarkot, ahova általában szoktam tenni, ez most a kis éjjeli szekrényemre fog kerülni. Adventi koszorúk kapcsán pedig, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, majd írjátok meg le nekem kommentbe, mert érdeklődöm a válaszotok iránt. Viszont, amikor még kisebb voltam, akkor volt, hogy közösen csináltunk anyáikkal adventi koszorúkat, viszont aztán az elmúlt években megint valamiért úgymond visszatértünk a vevésre, és nem volt ilyen DIY adventi karácsonyi koszorunk, viszont nemrégiben voltam egy eseményen, ahol elkészítettem a saját adventi koszorumat, és én már arra próbáltam összpontosítani az elkészítésénél, hogy kicsit ilyen aranyosabb fánk lesz, nagyon aranyos lesz, és inkább barnás, pirossas és ilyen aranyos, csillámos díszeket próbáltam feltenni rá. Ez a vonatka pedig szerintem nagyon aranyos. Ugye 4 gyertya van rajta logikusan, és az első az már el is égett. Ugyanis az első adventi vasárnap már elmúlt, úgyhogy majd jöhet most a másodiknak az elégetése. A lényeg, hogy nagyon várom, és csak be akartam mutatni, mert ez igazából a nappaliban lesz kint, csak annyira nagy boldogság, hogy ezt én készítettem el, hogy meg akartam mutatni nektek. Bár Instagramon is láthattátok, de azért szerintem nagyon cuki lett. Ez igaz, hogy nem dísz, viszont egy nagyon édes december elejé ajándék volt. Amikor kisebb voltam, mindig kis csokis ilyen naptárakat kaptam, viszont van egy nagyon kedves ismerősöm és barátom, aki szinte már 2-3 éve mindig ad nekem valami december elejé kis naptáracskát, és a mostani évben egy L'Oréal adventi naptára esett a választás, amiben gyönyörű szép kis apró termékek vannak, hát lányok szívének, hát ez az én szívemnek is nagyon jól esik, és annyira gyönyörű, úgyhogy ma 8-a van, amikor is kimegy ez a videó, úgyhogy úgy gondoltam, hogy kinyitom a 8-ai, megvan, kis ablakocskát. Ó, ennek örülök most, nincs már szemceruzám egy ideje, úgyhogy lehet, hogy nem lesz, mert nem tudom kiszedni. Sikerült kiszednem, egy teljesen egyszerű, sima fekete szemceruzáról van szó, viszont ez nagyon jó, mert már régóta akartam volna egy simát, mert az összes az már rég volt, és egy ideje tartottam egy kisebb ilyen sminkkollekció felújítást, hogy amik már régi dolgok, azokat elengedtem, és így is csomó dolgom maradt meg, úgyhogy most viszont nagyon örülök ennek a fekete szemceruzának, szerintem tök jó hasznát fogom venni. Általában karácsonykor ezeket az ablakaimra szoktam feltenni, viszont ahogy láthatjátok, most egy fehér függöny van rajta, már egy ideje, és így is marad, szóval úgy gondoltam, hogy a két függöny végemnek a végére fogom fellógatni ezeket a kis apróságokat, hiszen ennek az a különlegessége, hogy világítanak, és este nagyon-nagyon szép, és amikor haba tortán, amikor már tényleg minden dísz fent van és világít, és egyébként meg sötét lenne a szobába, és bekapcsolom a Merry Christmas-ös zenéket, akkor ez nagyon hangulatos. Nagyon cuki kis színváltósak. Nem tudom már, hogy honnan van. Egy-két éve azért már megvan, és azóta se találtunk ilyet.
Amikor Párizsban voltam, Istenem, de jó volt, akkor vettem egy ilyen kis pici hógömböt. Egyébként nem gyűjtöm őket meg semmi, csak annyira aranyos volt, és ezért ez mégiscsak egy olyan emlék, ami így megrázom, és így visszavisz ezekhez a gyönyörűségekhez. És lényeg, hogy most így karácsony alkalmával úgy gondoltam, hogy előszedem, mert mégiscsak egy hógömbről van szó, és ezt is oda fogom tenni a kis éjjeli szekrényemre. Random karácsonyi dekoráció, már full cuki és kis édes. Még mosolyog is, ez hóember, értitek? Nagyon édes, úgyhogy ezt is gondoltam, hogy kiteszem csak, hogy növeljem a karácsonyi hangulatomat. Na, girls! Új girlandom van, múlt évben még ezüst színű volt, de úgy gondoltam, hogy ha már új a fal színem, már mint most már azért több mint fél éve ilyen. De lényeg, hogy számomra még mindig új, szóval nem kék, hanem most már ilyen cuki májvás színe van, úgy gondoltam, hogy akkor hozzáillő girlandot is választanék, és éppen ezért döntöttem emellett a szín mellett, szerintem nagyon szép, ez ide az ágyamhoz fog felkerülni, ez mindig, mármint girlandokat mindig ide szoktam tenni, mert nagyon jól feldobja, mivel ugye sima itt az ágynak a része, hátul pedig ugye fent van a világítás, ami egyébként egész évben fent van, szóval azon nem fogok semmi extrát csinálni, az ugyanúgy marad, viszont mivel ez üres, úgy gondoltam, hogy ide jöhetnek girlandok. Takaró! Ezeket a szuper puha takarókat én csak úgy hívom, hogy varázstakaró, mert egyszerűen olyan puha, hogy tökéletes. És ugyancsak a szobámnak a falának a színéhez választottam ezt a csodálatos májvás lilás színű takarót, amin kis csillagok vannak, belül pedig szuper puha, ami egyszerűen csodálatos, és annyira puha, hogy legszívesebben kabát helyett ezt hordanám magam. Amúgy lehet a buszon érdekesen nézni nekem, de lényeg, hogy nagyon puha, és tényleg nagyon örülök neki. Ha már karácsonyvárásról van szó, akkor a mézes kalácsütés nem maradhat el. Mi is nagyon szeretjük a mézes kalácsot, és egy olyan termékkel ismertetnélek meg benneteket, amivel se perc alatt el lehet készíteni a saját mézes kalácsotokat, saját magatoknak és a szeretteiteknek. Úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, lent a leírásban lesz az oldalunk, ahol szuper jó ingyenes anyagok várnak rátok, és egy-két szuper termék és finomság. Igazából finomságok, amiket nagyon könnyen és gyorsan el lehet készíteni, úgyhogy mindenképpen nézzétek meg, remélem, hogy tetszeni fog nektek, mert szerintem nagyon szuper jó és nagyon finom dolgokat találtunk ki számotokra, és mindenki számára. Most viszont megyek, süssük meg azt a mézes kalácsot! Everything looks
Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a mai videómat, remélem, hogy tetszett nektek, és hogy ti is legalább ennyire boldogan fogjátok feldíszíteni a szobátokat, mint ahogy én tettem. Szuper jó karácsonyi készülődés nektek, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok! Everything look just like it should.